Ugye mi most lakást célút néztünk. Egyre többen érdeklődnek a felvehető hitelek iránt a pénzintézeteknél. Tolna megyében a második negyed évben 15%-kal nőtt a csokra, és közel 20%-kal a fogyasztási hitelezésekre, például a Babavára kölcsönre és a falusi csokra leadott kérelmek száma. Elmondható, hogy a falusi csoknál most arra kialakultak azok a viszonyok, hogy pontosan tudjuk a feltételeket és a lebonyolítási rendet, és ezért kimagaslóan megugrott az igény a falusi csokra. Nagyon nagy számban mondhatni, hogy felkeresnek minket a preferált kis településről a ügyfeleink, és hát ez azt jelenti, hogy több mint 300 millió forintos kérelem van már bent a takarékunknál. A hitelek iránti kereslet növekedése szakértők szerint a kormány hitelfelvételt ösztönző intézkedéseinek tudható be. Két rendszer is felügyeli a magyarok hitelfelvételi kérelmét. Elsősorban a hitelintézet, vagy a bank, vagy a takarékfiók, másodszorban a Magyar Nemzeti Bank korlátozó rendszerének szigorú szabályainak is meg kell felelnie a hitelt felvevő ügyfélnek. Ezek a szigorú szabályok azt a célt szolgálják, hogy a hitelt felvenni akarók ne vállaljanak magasabb törlesztő részleteket, mint amiket biztosan ki tudnak fizetni, és így nem adósodnak el túlzottan. A hitelfelvételek kontroll alatt vannak, ez a jó hírem, hiszen több megfontolásból is folyamatosan monitoringozzuk minden egyes adósnak a hitelképességét. Ez több megközelítésből is reális és szükséges. Egyrészt maga a hitelintézet, amikor a kölcsönt folyósítja, alaposan megvizsgálja, hogy milyen a hitel teherbíró képesség az adott ügyfélnek, milyen mértékű eladósodást bír még el az ügyfél. Ezt egyébként egy országosan bárki számára ingyen elérhető internetes hitelkalkulátor is segíti, ami a hitel összegét, a futamidőt és a család havi jövedelmét együttesen veszi figyelembe, és számolja ki a havi törlesztő részlet összegét.